Az elmúlt évben rendbetették a közparkokat, új játszótereket építettek, és a városban 106 térfigyelő kamerát telepítettek. Helyben munkahelyek legyenek, egy élhető környezetet alakítsanak ki a városban, és biztonságos lehessen Nyírbátor. Ez a legfontosabb a városvezetés számára, hiszen akkor tudja megtartani népességét és a fiatal családokat. Igyekszünk olyan funkciójú intézményeket, ingatlanokat kialakítani, amely a fiatal családok, az itt letelepedni szándékozó, a jövőjüket itt elképzelő fiatalok számára olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amitől az ő életüket nem csak hogy komfortosabbá, nem csak hogy élhetőbbé tesszük, hanem a munkavállalás lehetőségét is megkönnyítjük. Mit értek ez alatt? Nagyon fontos, hogy a friss, az új munkaerő az jellemzően az a korosztály, aki még gyerekvállalás előtt vagy közvetlenül utána áll, és ilyen szempontból a lakhatási körülmények, a lakókörnyezetnek a komfortosabbá tétele, a közbiztonság javítás az legalább annyira fontos, mint hogy olyan többfunkciós tereket tudjunk létrehozni, ahol egyébként ki tud kapcsolódni munka után, tud pihenni, barátaival el tud menni szórakozni. A következő években megnyílnak az uniós pályázati források. Az önkormányzatok elsősorban az úgynevezett TOP pályázatokon járhatnak sikerrel. 2020-ig a helyi gazdaság megerősítése a célja Nyírbátornak is. Nyírbátor alapvetően egy 3-4 olyan projektben gondolkodik, amit az elkövetkezendő pár évben meg lehet valósítani, és ezek nagyságrendileg egy 3-4 milliárd forintot kell, hogy igényeljenek. Ennek nagyságrendileg a fele közvetlen olyan gazdaságfejlesztés, ami az ipari park bővítésére, közműfejlesztésre költhető. A többi forrásból szeretnénk ezeket a kapcsolódó szolgáltatásokat kialakítani. Emellett szeretné megújítani a helyi könyvtárát a város, és egy új, az önkormányzat és a helyben működő cégek támogatásával ösztöndíjpályázatot indítani a jól tanuló, de rászoruló nyírbátori diákok számára.